elnöki a legnagyobb kokárda is. Köszönjük, büszkék vagyunk rá! A 48-as forradalomnak ön szerint 2017-ben van-e üzenete? Mindenféleképpen van a szabadságunk miatt. Petőfiek nem véletlenül csinálták ezt az egész forradalmat, hála jó Istennek. Úgy... Az az üzenet, hogy kitartóak legyünk mindig Magyarországhoz. Sajtószabadság, ez a legfontosabb, függetlenség, és felelős kormány, és ellenőrzés, és ellensúlyok, és nem egy pártrendszer. Hát az, hogy az emberek meghülyültek. Ez az üzenete? Pénzért mindent megcsinálnak. Ez mind pénzért megy. Pénzért megy. Aha. Kifogástal. Olyan jól megszervezték, hogy egyszerűen csak ámulok, és azért jöttem ki máskülönben, hogy ilyen létezhet. Isten hozta lengyel barátaikat, testvéreinket. Mi magyarok nem felejtjük el, hány lengyel hős harcolt a magyar szabadságért. A lengyel légió tagjait, akik a magyarokkal meglevő régi barátságra hivatkozva értek Magyarországra 1848-ban, hogy mellénk álljanak a szabadságért folytatott harcokban. Fütyülök érted és értetek, ápolónők és ápolók, akik úgy a falak között suttogjátok el a bajt, jártok másod harmadálni, vagy inkább elhagyjátok az országot, de egy minimális béremeléssel hallgattok. A tavalyi évhez hasonlóan a Demokratikus Magyarországi Civil Társaság ismét itt van a Kecskeméti utcánál, a Múzeum körútnál, hogy Orbán beszédét meghallgassuk, de idén nem síri csendben fogunk lenni, mert ezt nem értette meg ezt az üzenetet az Orbán kormány. Idén zúgni fog a tömeg. Kenyeletni velük a nemzeti ünnepet tönkretesz. Legnagyobb magyar ünnep, hogyha még... És nem tudom, hogy akkor ki ünnepelnek. Ez nem párt ünnep, ez magyaroknak az ünnepe. Nem akarok csúnyábbakat mondani. Kifelé innen! Háborodva, és szégyeljék magukat is, akik ilyen szavat kimernek ejteni ezen a napon, erre nem lehet mit. Fel vagyok háborodva. Itt vagyunk, minden és mindenki akarata ellenére, itt vagyunk. Azokat a pártokat ünnepeljük, akiknek a bátorsága nélkül ma nem lehetnék. Ma is velünk készítjük a magyarok nagy, közös család fotóját, tisztelet a bátornak. Yeah.
tüntetnek? Miért kell ellen tüntetni? Miért kell füstözni? A miniszterelnököt belefolytani a szavába. Fontos nekünk, Nem feledkezünk, csináljuk utat! Jó, hogy szabadság!